Semmi fantáziadús nem jut az eszembe, úgyhogy csak annyit mondok. Hello! Hello, Charlie! Ezt nem tudom überelni. Olyan szinten nem jut eszembe semmi, hogy a cikket nem találom, amit meg akartam osztani veled. Eltűnt előlem, eltűnt. Kurva élet, pedig nagyon jó kis cikk volt. Szerintem én most megkérdezem tőled, Charlie, mi történt veled az elmúlt héten? Elhagytam egy csomó linket, amit be akartam rakni az adásmenetbe. Készülne az alkalmazás, de nem tudtak belépni a Google fiókomba, a fejlesztői accountba, mert hogy két lépcsős azonosításom van, úgyhogy most már két napja várok rá, hogy valamit böffentsenek vissza, egyébként. Yeah. Rájuk is írok közben, igazad van. Jó, hogy szóltál. Ugye? Nem történt semmi igazából a héten. Úgy néz ki, hogy kopogjam le 7-szer a fán. Lehet, hogy megvan a évek óta rakoncátlankodó Thunderboltos külső vinyónak a problémája, mert elkértem kölcsön egy kábelt, mert azért ez nem az a 1200 forintos kábel, amit a sarki boltban megveszel. Mondom, előbb próbáljuk ki, hogy biztos ez a baja. És az új kábellel nem reprodukálja a folyamatos random problémát. Eszközeldobálásokat, úgyhogy most tiszta ideg vagyok, hogy 20 000 forint egy kurva Thunderbolt kábel meg kell venni. Na. Ennyi. Hát ez van. Ez van. Meg kellett, van? Kellett neked ilyen vas. Hát. Uh-huh. Na. Hát cserébe több száz gigát másolok pár perc alatt, de ja. Ja, még annyi történt, hogy akciós lett a Gearbest-en a fogkefe, amit már régóta kinéztem, tudod, ilyen ultraszónikus, nagyon... Xiaomi? Hát nem, ez a... Most belekérdeztél, valami van. Várjál? Mert beszél is, mikor bekapcsolod, a feleségemnek már vettem múltkor. O-Clean, vagy valami hasonló. Wow. És azt rendeltem, mert lejjebb ment egy 20 pár dollárra, meg nagyon gondolkozom egy Xiaomi F8 porszívó, mert az most lement a lélektani határ alá, de még így sem merem nagyon kimondani, hogy mennyibe kerül, de borzasztó kurva sok, de... Ne is. De kell, mert a régi beszart, és így nem komfortos így a szintek között rohangászni a nagy porszívóval, úgyhogy gondoltam, hogy lentre veszek egyet, ami föltépi a parkettát, báze. Ó, én olyat szeretnék, ami burkol is. Tehát, hogy így leburkolja, fölporszívózza, kifugázza, érted? Szerintem ez a legtutibb. Na és veled mi történt? Épp azt akart köpni, ennyibe kimerült a heted. Ne, hát tudod, hogy mindig eszembe fog jutni valami. Szabin voltam, és most már várom, hogy megint Szabira menjek, mert holnap van az utolsó, és akkor utána szabadság van, illetve hát pénteken találkozom Mujóékkal, úgyhogy képzeld. Várja, neki a bár. Ezt nyugodtan el lehet, mert ma beszéltem Kingával, Mujó Szabit vett ki péntekre, úgyhogy ez már olyan biztos, mint a nyomor. Hát én azért még nem vennék mérget, de mint Amerika új divatja, ezt hallottad, hogy a kokaincsíkra még ráfújnak egy rovarírtóval. Biztos, ami biztos. Hát igazi Darwin-díj. És az miért jó? Mert hogy nagyobbat üt a cucc. Hát én azért tudnék mondani olyat, ami nagyobbat üt, például, hogyha
a TGV-nek a sínyére húzná ki, akkor a TGV-nél nagyobbat semmi nem üt. De ez nem egy olyan varázsszer egyébként, tehát ezt már 20 évvel ezelőtt az ukránok is nyomták, csak ők izébe vodkába, tudod. Beleraktak egy kis izét, nem tudom, azt hiszem a darázsírtó van most Amerikában, az a sláger, ezek meg nem tudom, de ezek is valami rovarírtót lenyomták. Meg itt a kötött hatot, azt észrevették, hogy a barátjuk az nem alszik, hanem már hogy kihűlt. Tehát ennyi, ennyi a történet, érted? De ütős, na, na, lássuk be, ütős a cucc. Hát ez így nem, nekem így sose volt látómezőbe, hogy, hogy ilyennel kéne tuningolnom magam, tehát ilyen rovar írtószer. Nem is tudom hova rakni, de... Tehát kinek, kinek a buta agyába fogalmazódik meg egyébként ilyenkor ez a, ez a sztori, érted, hogy hát fújjunk már rá a csíkra még egy kis ezért darázsírtó sprét, mert attól sokkal ütősebb. Tudod, ez a finomodik, finomodik, na de igen. Mit kéne még, dobjuk föl már napunkat, hogy miben lehetne még egy kicsit megbolondítani. És kapszai cínne, á, nem, á, valami jobbat. Mondjuk rovarírtó? Na, a rovarírtó, darázsírtó, darázsírtó. Az a legtutibb, darázsírtó. Nem tudom, tehát na mindegy is. Én ugye kedden podcasteltünk, ezek ilyen belső információk, kedden podcasteltünk, mert én szerdán jöttem ki Csíkba, csütörtökön ki voltam, aztán pénteken lazán hazahúztam, és szombaton voltam Deszken, ez egy immár sokat szóra hagyomány polgármesterek főző versenye, ahova ugye a polgármesterek egyébként sokszor csak reprezentatíve jelennek meg, de megy a falu egy csapattal, amelyik ott süt, főz. Megint isteni volt, tehát ez egy baromi jó rendezvény. Hál' Istennek pont a deszkiek mellett kaptunk, nem, az algyőiek mellett kaptunk helyet, és az algyőiek minden évben halat sütnek. De valami baromi finom, sima rántott, tehát semmi ízé nincs benne, csavarás, de így lesütnek egy ilyen 100 pontyot így felszeletelve gyönyörűen. És a kötelező kör az meg birka volt, tehát mindenki kapott 10 kiló birkahúst, abból kellett a versenypörköltet főzni, persze ilyenkor mindenki süt, főz mindenfélét, és így régen szembe velünk meg jött egy, két romániai magyar település volt, nem akarom megmondani a nevüket, de az egyiküknél volt medve kolbász. Nem akarom tudni. De én is akarom tudni, csak nekem ez ilyen furcsa volt, érted, hogy medvére úgy kell könyörögni kilövési engedélyé, mondjuk akkor adják meg, hogyha ha megeszik két kecskét, és befekszik az iskola udvarra, tehát akkor aránylag gyorsan. Na mindegy, náluk volt medvekolbász. Aztán az is lehet, hogy a medvekolbászban nincs is medve, csak nem tudom, tehát ilyen a furfangos székely szokás szerint, érted, a nem tudom én Pista bácsi félre paprikázott vagy borsozott kolbászát elnevezték medvekolbásznak. Fogalmas is, de jó, jó pofa. Nem is ettem belőle, tehát ne kérdezzétek, hogy milyen a medvekolbász, mert nem tudom. És aztán vasárnap reggel pedig tűztem vissza Csíkszeredába, ami egy ilyen nagyon klassz út volt, tehát sütött a nap, itthon már akkor kezdődött ez az esős időjárás, hozzánk tegnap ért ide, illetve ma reggel ért ide, úgyhogy ma reggel már hosszú gatyába indultam neki a világnak. És a kollégánk pedig nyitott egy üzletet Csíkban, egy ilyen dohány, trafik, kellék és e-cigaretta boltot, Trabúk néven, és ott segítkeztem egy keveset, kipakoltuk
a vitrineket, meg, illetve nem ki, hanem bepakoltuk, bocsánat. Bepakoltuk a vitrineket, meg ott összerakosgattuk a dolgokat. Ha valaki Csíkszeredába jár, akkor direktbe ebben az üzletben tud mindent is vásárolni, amit egyébként gyártunk, vagy forgalmazunk. És hát nagyjából ennyi volt a hetem idáig, letekintve attól, hogy persze más millió problémát kellett még megoldani. A medvekolbászra jutott eszembe, hogy egyébként lehet, hogy olyan a medvekolbász a románoknál, mint a japánoknál a kutatási céllal kilőtt, befogott, mit tudom is én, feldolgozott bálna. Hogy az is ilyen nemzeti kaja, végül is az érezted meg, mert erős idézőjelben kutatási céllal lőttétek ki azt a vadállatot. Lehet, hogy itt is ez van, tudod, ha már kilőttük, ne menjen veszendőbe. Én durvább dolgokba bele sem megyek, hogy nem-e azért medve kolbász, mert olyan vastag, mint ami kijön a mackóból, de ezt a ez mondjuk lehet, hogy jó. Az a baj, hogy még a formáját vagy a kinézetét se tudom, csak mentek körbe, tud így egy mikrofonnal, meg a polgármesterrel, a deszkivel, és akkor üdvözöltek mindenkit, és ott ez volt a stand, voltak ilyen kis standok minden falunak a saját büszkesége, ki volt oda pakolva, és akkor ez volt a medvekolbász. Jutott eszembe erről, hogy kipakolva, azért mégiscsak eszembe jutott, hogy mi volt múlt héten, kimentünk a pozsonyi piknikre, nem Pozsonyba, hanem a Pozsonyi utca a 13. kerületben, és akkor ott mindenféle kulturális programok voltak, tehát voltak a színpadon ripacskodó, nem musical, mi az az operett színészek, meg a helyi zsidó közösségek, nagyon durva nevek voltak ott, tehát olyan közösségek, hogy beszarsz, tehát nem jut eszembe, mert nagyon durva, de mintha azt mondanám, hogy 13. kerületi hardcore zsidó közösség, tehát ilyen nagyon fanatik zsidók is voltak ott. Voltak jó kaják, cipóból, ami nem cipó, mert valami zsidó neve volt, mit tudom is én, de mák volt kívülről, cipóba volt belekanalazva a sólet, úgyhogy mondtam, hogy akkor egy olyat durrantanék, de azt a húst, azt dob ki a picsába, és két tojást rakjál inkább bele, úgyhogy azt tettük, az teljesen überfassa volt, nem most elengedtem. Teljesen kóser volt. Kóser volt, elengedtem a sajtos tejfölös lángos vonalat erre a napra, mert úgy döntöttem, hogy 1200 forintot egy lángosért azért így nem akarok adni. Tű. Az apjuk valagát, hogy már csúnyábbat nem mondjak, úgyhogy ennyi volt. Egy dolog fáj, hogy tudod, a kirakodó vásárnál halvát mindig szoktam venni. Hát itt nem tudtam, bakker. Nem volt halva, ez nem is volt rendes kirakodó vásár akkor. Ja, meg ott befeküdtem, vagy beültem egy tájmasszázsra, és jól átdolgozta a hátamat a kis masszőr Csajci. Úgyhogy kb. Ennyi volt a múlt hét szombaton, mert ugye utána meg szombat éjjel, meg vasárnap éjjel, meg meló, meg meló, meg meló. De akkor ez nem egy ilyen ekte zsidó fesztivál volt, hanem ilyen kerületi, nem? Hát a kerületben élő zsidó szervezetek voltak szerintem, mert azért nagy bizonyossággal meg lehetett állapítani, hogy ki volt az, meg ki nem volt az, és viszonylag nagy számmal képviseltették magukat, és baromi sok volt az idős, tehát én azt hittem, hogy ez egy kicsit fiatalosabb lesz, vagy kevesebb lesz a 70 év fölötti, na, hogy finoman fogalmazzak. Na, hát az egész ország öregszik, Charlie, ezen mondjuk nagyon nem lehet változtatni. De maga a történet hangulatos volt, tehát volt egy-két ilyen rész, ahol beindult, tudod, ez a másodlagos szégyenérzet nálad is, hogy
ilyen ugra-bugra tánccsoport, és a 18-20 éves mellett ott állt egy nem túlzok bazd meg, volt vagy 58, és ilyen cicanadrágban meg a lötyet hasát ott lengette, hát szóval az nem volt annyira esztétikus látvány, de mindegy, ezt engedjük el, a kaja az zseniál volt. Klezmer? Nem volt. Tehát azért annyira nem volt zsidóna. Hát, mit tudom, egy kis, jó kis klezmer band azért az így elfért volna, nem? Tehát... Lehet, hogy úgy voltunk vele, hogy pont azt az idősávot fogtuk ki, amikor nem volt ilyen... Zene, de jó pofa volt, mert a Pozsonyiról a befele menő utcák is meg voltak töltve, és az egyik utca az a gyerekeknek volt, a másik utcában könyvek voltak, a harmadik utcában, így tudom is én mi volt, tehát így jól el lehetett szeparálni a dolgokat egymástól. Jó volt, színházak voltak kint, múzeumok voltak kint, tehát lehetett viszonylag olcsón hozzájutni mindenféle kulturális rendezvényhez, jegyekhez, és ennyi. Tehát eltöltöttünk egy kellemes 3-4 órát ott, és aztán pont akkor indultunk el a kocsi felé, a rakparton raktuk le, mikor elkezdett a világ vége elindulni Pest felé, és akkor onnantól kezdett ez a szombat délután, és akkor szombat, vasárnap, hétfő, kedd, végig esett. Nálunk legalábbis. Kisebb kihagyásokkal. Nálunk ma reggel, tehát ide ma reggel élt, én meg pont így elmenekültem szerintem az eső elől, bár Dóc környékét így kerüli a fölülről jövő víz, úgyhogy hát ez van, nem tudunk mit tenni. Na de, akkor csapjunk bele a lecsóba. Mit szólsz hozzá? Abba is csaphatunk. Mondjad. Nekem van egy cikkem, tehát ez most az én kis, hogy is mondjam, szeretett rablóm története, amelyik bement a barom állatja, és erről videós készült, bement egy elektromos cigarettaboltba, egy pisztolynak látszó tárgyal rabolni. Tehát ez vagy használ elektromos cigarettát, vagy nem tudom honnan tudja, hogy és ugye Amerikáról beszélünk, nem tudom honnan gondolja, vagy tudja, hogy egy ilyen elektromos cigaretta boltba Amerikában van nagy bevétel, vagy egyáltalán számottevő bevétel. Na mindegy, bement, előrántotta a pisztolyt, és ezzel a mozdulattal beejtette a pult mögé az eladó nő lába elé. És még be is akart érte ugrani, csak a csaj gyorsabb volt, fölkapta, erre a fickó kiszaladt, és még a nadrágja is lecsúszott rohanás közben. Úgyhogy egy hajszálon múlt, hogy nem esett kelt ott, és nem érték utol a rendőrök. Szegénykémet most éppen keresik, vagy üldözik a rendőrök. És hát a forrásunk szerint, ugye ez a 444.hu-n jelent meg egyébként ma, tehát up to date-ek vagyunk, nagyon frissek, az év legbénább rablója címet adományozták neki. Csodálatos. Az év legbénább rablójából nem tudom, hogy melyik része az, amire rablóra, vagy legbénábra, de az a cikk, amit nem találok, de valaki linkelje be, hogyha megleli, az ugye az ismét adóemelés a dohánytermékekre volt a subjectje a cikknek. Valamikor szeptemberben megint egy ilyen laza 30-40 forinttal drágulhat a cigaretta. Uniós harmonizálás. Igen, tehát, és úgy, hogy most szeptemberben drágul,
2019. januárban megint fog, kb. Ennyivel júliusban megint fog, és megemlítették azt is, hogy tudod, ez a sikersztori, hogy kevesebb dohány, vagy kevesebb cigaretta fogy. Valóban a cikk kitér arra, hogy kevesebb cigaretta fogy, ellenben a vágott dohány. Bizony, bizony. És az elszomorító, vagy megdöbbentő, hogy nem emlék, de nem, azért nálunk is volt ilyen, emlékszel, hogy mindig beszéltünk dohányosként egymással, hogy a picsába megint emelték a cigit, de hogyha ez 300 fölé megy, tuti leszokom. Akkor nem de veszünk, hogyha igen. Ez 322 fölé megy, tuti leszokom. Most meg nézegettem itt, olyan összegek vannak itt, hogy régen ezért, régen, hát mikor gimnazista voltam. Ezért öltél volna, hogy ennyi lett volna. Ezért két csík cigit kaptam, mikor gimnazista voltam, mert vissza tudok pontosan emlékezni, piros multifilter, 72 forint volt egy doboz. És abból mindig egy csíkot vettem egyszerre, az jó van. Most meg 1200 forint környékén van egy doboz cigi, bakker. Azért az nem semmi. És a vágott dohány persze olcsóbb, mert valamit annak is kell adni, aki nem fog megvenni szálas cigarettát. Természetesen még károsabb, természetesen az is ugyanúgy az emberek zsebéből veszik ki a pénzt. Úgyhogy valami hasonló cikk volt az Indexen, vagy a napi.hu-n, vagy a Napi Gazdaság, vagy valamelyik leányvállalatánál, nem is tudom, és jó fölbaszom rajta az agyam, mert a keresőjük meg botrány, tehát véletlen se lehet megtalálni, és ez tuti, hogy a héten láttam, mondom, bel is kéne bookmarkolni, de nem volt nálam a gép. Jó, mondom, hagyom a francba. Szóval vágott dohány tekintetében egyébként két jelentős tendencia figyelhető meg amúgy. Tehát a cigarettából menekülők két irányba mennek. Az egyik az a, ez a, nem tudom már, ez a töltögetős, tudod, készüvely, belerakja, az egy másfajta vágat egyébként, beleteszi, megtömködi, elhúzogatja, és akkor ez ilyen, várja, hogy is mondta az egyik kollégám, az ilyen otthoni sporttá válik, hogy este leülnek a tévé elé, azt papa vagy mama húzogatja, meg töltögeti a másnapra való. Ezt így ne, nem, már mikor kimondta, te is tudtad, hogy ez nem kellett volna. Papa meg mama húzogatja. És húzogatja, igen. Este a tévé előtt. Explicit tartalom. Ez a, ismered ezt a viccet, hogy ha szexelni akarsz, akkor egyszer húz meg, ha nem, akkor, meg ötvenszer. És a másik az pedig a Európa, hogy is mondjam, tényleg nem akarok senkit megsérteni, de Európa kulturáltabb felében a magas szintű dohányfogyasztás az a sodró dohányból képződik, és nagyon sok cég gyárt ilyen nagyon finomra, ilyen, majdnem ilyen hajszálvékonyra vágott, egészen más vágatméret, mint ami a cigarettában van, ilyen sodró dohányt, és akkor ezt vagy kézzel, vagy vannak ilyen pici kis roll sodrók, ezekkel sodorják, és itt mindenféle papír, meg nem tudom én, a vegyszermentes, meg kenderből készült papírok, meg nem tudom. Tehát meg rizspapír, meg az anyám kénye. Rizspapír, meg tényleg meg különböző filterek hozzá, és ebbe is van kicsi, rövid, hosszú, vékony, slim, mindenfélét lehet sodorni. Ez a másik irány. Egyébként ez a, hogy is mondja, ez a drágább. Tehát ez a minőségi, de ha te csinálod, akkor még lehet, hogy mindig egy 200-300 forint a, mit tudom én, beljebb vagy. Ha a töltögetőst választod, akkor meg akár 3-4 vagy 500 forinttal is beljebb lehetsz. És ugye a legalja, amiről amúgy szerintem a cikk se szólt, azok meg a szivarkák.
Tehát az a leg, hogy is szoktam mondani, a legreményvesztettebb, meg a legcsóróbb dohányosok veszik ezeket a 10 szálas kurva hosszú szivarkát, amit kettébe tud törni, és akkor van 20 szál cigaretta méretű szivarkája, és mit tudom is én, nem, tényleg nem tudom, valami iszonyú szarára van, tehát ilyen 3-400 forint egy ilyen 10 szálas főrmedvény, de igazából nem is tudjuk már, hogy abba mit tesznek, tehát hogy annak mennyi a valós dohányvágat tartalma. Na úgyhogy szépen terelgetik egyébként a fogyasztókat, és ami a legfontosabb, és az egésznek, hogy is mondjam, a burkát adja, az az, amit te is mondtál, emelhetik az égbe, akkor sem fognak leszokni. Tehát szerintem a leszoktatást azt nem az árem, az áremelés az semmit nem, csak az állam zsebét tömi meg. Tehát se a kereskedők, se a... És ugye egyre nyitja a fekete kereskedelemnek a kiskapuját, egyre szélesebbre tárja. De nem old meg semmit. Tehát ez az, amit én nehezen fogadok el, és nem értek ebben az egész történetben, hogy ahelyett, hogy a valóban a leszokás felé terelnénk az embereket, mondjuk azzal például, hogy az elektromos cigaretta után töltő folyadék adóját nem emeljük az egekbe, azzal tudnánk tényleg valós előrelépést mutatni a dohányzás visszaszorításában, illetve mondjuk fölvenné valaki a segélyvonal túloldalán a kagylót, meg mit tudom is én, kiterjedtebb fölvilágosítást tartanának az oktatási intézményekbe, és mondjuk a 26. tornaóra, meg a 12. hittanóra helyett egyre többet beszélnének az önrombolás hivatalos és nem hivatalos válfajairól, mint a kábítószer, dohányzás, alkohol. Ugye az alkoholt valamiért mindig kihagyjuk egyébként ebből a sztoriból, tehát... Sőt, igazából nem is magyar, aki nem tud meginni 20 óra legalább fél liter pálinkát, és erre büszkének kell, hogy legyünk. Igen, mert az olyan nem is tudom, olyan faszányos dolog, nem? Tehát... Igen, az olyan férfias. De visszatérve arra, amit mondtál, csak nem akartam közbevágni, az egyik ez a dohány, amikor sodortuk be. Nekem még, mikor én fiatal voltam és dohányoztam, akkor én is kipróbáltam ezt a sodrós játékot, de nem ezt, amit mondtál, ezt a hüvelybe így beletoljuk dolgot, hanem tényleg ezt a... Tudod, egy ilyen kis végtelenített szalag volt abba belerakni a papírt, abba a dohányt, akkor így rápattintani, összébb nyomni azt a két hengert, és akkor úgy sodorgatni, végén nyálazni. Vagyis bocsánat, először csak a dohányt, és aztán a papírt bele. Nem mindig voltak jó tapasztalataim. A másik, hogy van nekem is egyébként ilyen kollégám, akinél... Este ilyen 10:30 körül csak azt hallott, hogy valami kattog. Zakatol. Kattog, igen. De tudod, nem ez a teljesen gépi dolog, csak ugye mi bent, mikor, mit tudom is én, üres járat van, akkor tök mag, szotyi, tehát ezt a rágást, ezt hallod egy idő után, nem hallod, mert hozzá szokik a füled, de hogy hallod a kattogást is. Hátra nézek, és ahogy te is mondtad, tálca, dohány, hüvely, ez a tilitoli gép, és csinálja, és akkor megcsinál 2 doboz cigire valót, és utána le van tudva a projekt. Ne száradjon ki, tudod, a dohány, de hát ez ilyen csemegünket. Már is mondok, hogy milyenekkel szórakoztunk, tudod, hogy még a dohányba almakarikát raktunk, hogy ne száradjon. Jó, igen. Hát erre már vannak ilyen különböző
megoldások. Egyébként itt Romániában, de szerintem Magyarországon is talán, de ebben nem vagyok biztos, de itt Romániában szemmel láthatóan megnőtt a jó minőségű sodródohányok iránt a kereslet, és ezzel együtt például a szivarok. Tehát ami itt annyira nem volt, hogy is mondjam, menő, vagy annyira elterjedt, ez a szivaros történet, most egyre többen próbálják ki, vagy vesznek egy-egy doboz ilyen, nem is tudom itt milyen szivarok vannak, ilyen olasz meg. Tud, Románia az egyébként is ilyen olasz-francia imádó nemzet, tehát azokra néznek föl, vagy onnan veszik a mintákat. És ha nem egyszer látom azt, hogy kávézóba ilyen kisebb, nagyobb szivarokkal ücsörögnek emberek. Tehát, na, érdekes, mindaz mellett például, hogy az IQOS-ból és a Glow-ból egyre többet látok az utcán. Valami baromi nagy marketing kampány mehet egyébként mögötte. Míg elektromos cigarettát használót, mondjuk itt azért 20 millió ember van, tehát elektromos cigarettát használót annyira többet nem látok. Tehát mondjuk Pesten sokkal hamarabb belebotlok egy e-cigarettásba, mint itt Csíkszeredában. Lehet, hogy itt a nagyobb városokban is hamarabb belebotlanék, de hát na, majd látjuk, most azért ez az üzlet, ez nekünk egy jó feedback lesz egyrészt a termékeink, meg a felhasználók miatt is, és képzeld el, amit elfelejtettem említeni, de baromi jó a témába illeszkedik, hogy nagy nehezen megjött hozzánk is a Suorin-nak az a pici szögletes podja, amit sajnos nem tudtunk akkor bemutatni. Azóta jött ki neki egyébként valami hosszúkás cucca, olyasmi, mint az X-Seed, by the way. By the way, igen. Hát ez egy névjegykártya, bankkártya. Méretű készülék, 2 millis tartálya, meglepően könnyű, és a Suorinnak ez egyébként nagy vagánysága, hogy megint eltalálták a szíváspontot. Tehát ez egy igazi jó MTL. Mondjuk kicsit furcsa, hogy a sarkán kell szívni, de jó. Jó a cucc, nekem tetszik, ízes is, szép is, elegáns is. Még együtt nézegettük, ha emlékszel rá, hogy az hogyan nézhet ki. Hogy az az állítható levegőzéssel, ami volt, nem? Hát sajnos nem, bakker. Ez még az első verzió, tehát ezen nem lehet állítani a levegőzést, ezen csak egy kibekapcsoló van, de baromi jó eltalálták. Tehát nekem pont elég a levegő, egy igazi jó MTL pod, abszolút. Ennek mi a neve? Mert én itt most látok egyet, hát, magam előtt, ez nem a Suorin-R. Holnap fogom megfotózni, az enyémet meg kint hagytam a kocsiba tölteni. Úgyhogy még csak elő se tudom kapni, de betesszük a linket az adás alá. Megvan, hogy mit akar. Szerintem az, amit már most nézem, a Suorin USA.com-ot, és ott device-ok közül nincsen sok, mert van az R, a Drop, az iShare, meg a Vagon. Amit én mondtam neked az előbb, az a Vagon. Vagon, de miért Vagon, bazd meg? Na mindegy. Mi az, hogy Vagon? Ez a neve, hosszúkás, és szerintem még méretre is olyasmi, mint az X-Seed, és ennél jól el van találva fifika, itt nem kell forgatgatni, vagy hogy mondjam, neked tudod azt a klipszet rajta, amivel rá tudod az inkzsebedre akasztani, mert itt a szopók a másik vége, ami a segge gyakorlatilag, ott egy fix ilyen
izéke van, amivel rá tudod csiptetni nadrág, szíjra, zakóra, bármire. És egyébként itt azt írják az oldalon, hogy csak hogy mivel lehet használni, mert ugye mindig mondjuk a nikotinsót. De azt mondják, hogy lehet nikotinsóval, lehet mentessel, lehet 60-40-nel, lehet 70-30-al, tehát sűrűbb lecsóval, lekvárral is lehet üzemeltetni a dolgot. Azt is, amit például te mondtál, szerintem az a Sorin R. Aminek ilyen... Sorin igen, R. Igen, azt mondom. Igen, van ez fémesben is, aztán milyen van a dropot, tudjuk. És a dropot ismerjük, így van. Mi az az? Ja, az iShare-t is, hiszen azért iShare, mert így hogy van. Ozd meg, tehát mert akkor... Kettő van. Na, Fifika, gyakorlatilag akkor a Sorin termékpaletta 50%-át leteszteltük, de természetesen jöttek kommentek, hogy azt a Sorint miért nem teszteltétek? De... Hát innen csak a vagont, várja, innen csak a vagont nem ismerjük. Tehát ugye van R nálam, tehát arról tudok nyilatkozni, drop mind a kettőnek azt tudom, van. Csak azt nem teszteltük. Az iShare-t azt teszteltük, és egyedül a izét nem. A vagont. Vagont. Ennyi. Egyébként most meg is lepődtem egyébként, hogy létezik, hogy ez nem egy kínai cucc, amit árulnak Amerikában, hanem ez egy amerikai cucc, amit árulnak Kínában? Kínában? Nem tudom. Figyelj. Hát itt nagyon ez. Hát ez Shenzhen, tehát raktárinformáció, Sorin 12F, Shuangyi épület, Nanshan kerület, Shenzhen, Guangdong, Kína. Tehát nem gondolnám, hogy ez amerikai. Megnézem már, mennyi ez a vagon R 35 dodó. Igen, azért nem olcsók a Sorinok, viszont jók. Na. Tehát én ezt bármelyiket merem ajánlani bárkinek. Tehát zseniális. Tehát még az iShare-t épp ma a kollégámnak mutattam, hogy szabadságom volt. Nézegett, azt mondja, hát ezt nem hiszem el. Ja, és azt látom, én most vettem észre, lehet, hogy neked se tűnt föl, hogy az iShare-ből van single verzió töltővel együtt. Igen. De az igazság, hogy minek? Egyébként, hát igen, mondjuk lehet, hogy egy harmadába kerül, mint a töltőbankos, de ja, tehát na, jó pofa, ez egy jó cég, tudja, hogy mit kell gyártaniuk, és hogy az hogy működjen, tényleg nem tudunk rájuk rosszat mondani. Egyébként tudod, arról beszéltünk, hogy nem volt a Gearbest-en hozzá cartridge, aztán valamiért fölmentem a Fastekre, és ott van. Hármas pakkal lehet, azt hiszem, hogy 10 vagy 12 dollár környékén van egy hármas ilyen cartridge készlet, tehát onnan tudunk rendelni. Hogyha kifogyunk belőle, mert ugye én most már szeretném valami emberi málnával is megkóstolni a játékot, a te... Emberi már. A te minőségi 20-as lekvároddal. Eszemben volt valami. Nekem a Fastekről jutott eszembe, hogy a héten megint belefutottam egy a múltkori adásé lelettünk baltázva, hogy milyen csúnyán beszélünk. Tehát találkoztam egy olyan emberre. Ezt is akartam, hogy a Bárány Miki mondtad, hogy lehetünk baltázva, és mondtam, hogy mondja nyugodtan, hogy lehetünk baszva. És találkoztam egy olyan emberre, aki jobb lett volna, hogyha örökáromra hajtja a fejét mondjuk édesanyja ölébe, de ő nem ezt tette, hanem baromi okosakat írogat a különböző csoportokba.
És volt egy ilyen nagyon elmés eszmefuttatása a kínai és a magyar dwarf összehasonlítása kapcsán, hogy a kínaiak megoldottak valamit, amit én még most se tudok rájönni, hogy mit, mert épp ma beszéltem olyan emberrel, aki erre panaszkodott, hogy a kínai dwarfján a menet, azt hiszem, hogy egy hónap, 6 hét után így gyakorlatilag eltűnt, és hogy konkrétan használhatatlanná vált, pedig nagyon jó. Ez a, tudod, ez a szar, de amúgy jó. Kicseréled az ógyűrűket, meg a palástot, meg a bázist, akkor tökéletes lesz. Egyébként tényleg fasza. De szar, meg folytalik, de igen, amúgy jó. Igen, és így kohászati szempontból is megmagyarázta ez a jó ember, hogy a kínai SS 3, nem tudom én mennyi, az ugyanaz ám, mint a magyar. Na és akkor nálam itt gurult már a lejtőre az összes tablett, ami éppen a polcon volt, mert az még rendben van, érted, de nem, az sincs rendben. Tehát akkor kezdem az elején. Tehát szerintem az kurvára nincsen rendben, hogy egy olyan ember, aki egyébként más fasságokra Kínából rendelve elkölt 20-30-40 ezer forintot, ne tudjon támogatni egy Magyarországon működő céget, aki magyar munkaerővel, magyar szellemi tőkéből és saját, hogy is mondjam ezt, a saját kútfőjéből gyárt, azért lássuk be egy nemzetközi szintű kazánt. Tehát amit a kínaiak lemásolnak, az már annyira szar, nem lehet, szoktam mondani. És inkább vesz baszki 3 klont, és killódik vele, és még meg is mondja a tutit, hogy ez pont ugyanolyan SS, mint a magyar, ami egyébként önmagában egy nettó hazugság, mert ha ránézel a kínai SS-re, baszki, annak olyan szivárvány színbe játszik minden árnyalata, amikor megcsillan rajta a fény, hogy az valami hihetetlen. Szerintem egyébként, ha megkarcolod is, észreveszed, hogy a két anyag köszönő viszonyban nincs egymással. Kidolgozás minősége az lehet, hogy közelít, de szerintem nem éri el, illetve a felhasznált apróságok, tehát csavar, tömítés, a palást, az aztán meg végképp nem, tehát csak adja a kínainak egy kis citromos kólát, vagy valamilyen nyalánkságot. De nem, ő inkább vesz 4 kínai lószart, és utána nagy kegyesen megmondja, hogy atomi szinten ez bizony ugyanúgy működik, mint a másik. És mondom, itt gurult el a gyógyszer, hogy bakker, tehát hogy mekkora egy szarok vagyunk amúgy, hogy ennyire nem becsüljük a másik munkáját, meg a kitartását és a hozzáállását ehhez az egész dologhoz. És akkor így mérgembe azt találtam mondani, hogy ami nem az én saját mondásom, sajnos, pedig óriási, hogy az ilyen emberek miatt egyébként soha semmi nem haladt volna előre a Vaper eszközök, nem is tudom, minek mondjuk egyet ezt. Fejlődésében. Fejlődésében, érted? És még mindig kőbaltával pattintanánk a vattát, és hogy a kőkorszaknak bazd meg nem az élet vége, mert elfogyott a kő. Ez jó. Érted? Értem, csak hogy... nem akarok megint átcsapni abba, hogy jaj, miért mondjátok, hogy az annyira jó, mikor különben tényleg 5-ből összerakó pillanatok alatt is az sokkal jobb lesz. De azt nem tudom, mennyire vagy tisztában azzal, hogy miért reped a palást például. Tisztában vagy azzal? Szerintem egyrészt feszültség van benne. Álljunk meg itt egy kapavágásnyira, igen. Amit te nem látsz a kínainál, hogy valóban, ahogy mondtad, az anyagban levő feszültség az, ami miatt repedni fog egyszer csak. És pont erre kitérve direkt beszéltem a készítővel.
Incur Pincur miatt is, aminek nem mondjuk ki a nevét, hogy félek, mert mondom, azért ez nagyon pici, nagyon vékony, ez el fog repedni. Nem reped el, bazd meg, mert beszélgettünk, nem. Jaj, már megint bazd meg. Hogy... Na, tessék. Na, még egy. Végig. Hogy mondta is, hogy figyelnek ám az anyagban ébredő anyagfeszültségre is, és az úgy van megmunkálva, az úgy van leszúrva, az úgy van menetmetszve, és a többi, hogy a végén ez lesz. A kínai meg mit csinál? Tehát azt egy fényképről nem mondod meg, hogy aha, igen, ez szerintem úgy lesz leszúrva ott az, igen, az szerintem igen, jó volt a fordulatszám is, és az előtolás mértéke is megfelelő volt, és ez pont nem repedős fajta lesz, nem, ez bár már múltkor képzeld, láttam ilyen nem, ez, nagyon le vagyok most maradva igazából ezekben a milyen e-cigiket használjunk, vegyünk dolgokkal, mert tehát bőven csömörlök attól, hogy napi 2-3 órában keresem az akciókat a Gearbest-en és tolom föl a csoportba, meg hogy a csajjal veszekszek folyamatosan, hogy értem én, hogy tudod, ma is küldtem listát, nézzed, mondom, jó, csak ez tegnap is akciós volt, meg tegnap előtt is, tehát valami olyat, és akkor elkezdem kukázni a legújabbakat, a legújabbak közül azt, ami befér abba az árszegmensbe, azt rakjuk ki, és a többi. Na de, hogy mire akartam kilukadni, hogy nem vagyok én képbe ilyenekkel, tudod, hogy most mivel lehet pimpelni ezeket a cuccokat, és múltkor szembe jött velem egy dwarf, egy valamilyen smoke TFV anyám kínja, tudod, ez a, hogy 6 és feles legyen a tank, azt úgy érik el, hogy átmérő, egy kicsit duci, aztán vissza. És hogy valaki ráhebrákolt egy olyat, és még azt mondom, hogy nem szép, de üveg, na, érted. És akkor lehet benne játszani mindenféle levesekkel, de... Burkán. Igen. Úgyhogy nekem ez a véleményem róla, ne menjünk el ilyen kemény vonalas, már pedig az eredeti sokkal jobb, mert biztos valaki kifoghat egy olyat, hogy csak 3-at kell összerakni, szétszedni, hogy jó legyen abból egy, de biztos van ilyen. Te biztos, hogy miután nálam is járt béta, meg nálad is járt béta kazán annak idején, és ugye a legnagyobb probléma pont a gumitömítésekkel van. Hogy az milyen anyagból van? Hogy azt a levestő megázik, megduzzad, megnyúlik, és már akkor nem olyan, mennyire legyen feszes, hogy tömítsen, és az. Tehát... én annyira kiakadtam ezen a tényleg a szarba nézzük a másikat, vagy semmiben nem nézzük, de én vagyok a világ legokosabb embere. Egyébként meg láva követ áztatok a likvidbe, érted, mert biztos majd tűzhányó íze lesz. És ezt ilyen pálinkás, használt műanyag pálinkás palackokba értékesítjük sutyomba. Tehát menjen mindenki nem, az anyjába, nem, aki, fifika, aki ilyen... Ne legyél már ilyen közönséges, ebbe igazuk van. Tehát, hogyha lávakőben áztatod, az láva ízű lesz. Jó, hogy mintegy 4,5-5 milliárd évig kell benne áztatni, de az olyan ízű lesz. Atomi szinten természetesen. Igen, sőt, én azt javasolnám, hogy aki ilyet szeretne szívni, az inkább menjen el Hawaii-ra, azt úgyis ott viszonylag sok a vulkánkitörés, azt ott szívjon egy nagy slukkot, ha ilyenre vágyik. Ne áztassa meg, még keverőbe se tegye bele, fölösleges. Tudod, ez olyan, mint a hogy hívják, Boborjánnak ki volt az apja? Hú, Besenyő Pista bácsi, tudod, mikor kőleves csinál. Besenyő, igen. Kőleves. Na, ez olyan. De nem is erre akartam kitérni, hanem igen, pont az ógyűrű, ami szintén nem látszik a képen, de pont erről, pont egy kicsit a nyúlás miatt beszélgettem annó a maestróval, és mondtam, hogy hát én se úgy születtem, hogy mindent tudok, de közben már mindent tudok, mert vagyok olyan öreg, hogy már mindent is tudod. Is. Vagy legalább... A gyártási tapasztalat sokat jelent. Igen, beleokoskodik az ember, és mondtam neki, hogy én annó
kerestem valamihez ógyűrűt, és akkor kinyílt a világ előttem, hogy itt a Budapesten és környékén micsoda manufaktúrák vannak, és hát ez... Jaj, várjál! Jaj! Basz, meg begörcsölt a combom! Ennél szarabb nincs! De, mikor álmodba görcsölve a vádlid. Szóval, akkor döbbentem rá, hogy mikor mondtam a figurának, hogy kéne nekem egy, mit tudom is, én 24 per másfeles ógyűrű, és mondta, hogy milyen anyagból? Mondom, hát mondom, ilyen, hát a legjobb. Ilyen gumiszerű bizbasz. Hát, hogy az csak vízzáró legyen, vagy mindenféle oldószer ellenálló, vagy mit tudom is én, milyen vegyszerálló, vagy még egy vegyszert mondott, vagy mi, és felsorolt 4 vagy 5 fajta ógyűrű anyagot, hogy ez erre jó, az arra jó, az amarra jó. És akkor mondtam neki, hogy olyat. Na mindegy, ezt beszéltem pont akkor, mikor arról volt szó, hogy mintha egy picit tágulna, és valószínű, hogy ezért, mert hogy a likvid ilyen hatást vált ki abból, ami a bétában volt, de csak mondtad, hogy mert béta. Én nem is nagyon szívok mást egyébként, csak ezeket a bétákat, úgyhogy az mégis jó. Ittam egy kortyot erre, hogy rázárjuk a kupakot, mert úgy már nem rakjuk a keverő mellé. Szóval, ja, hát egy csomó minden van, ami nem látszik a képről, nem derül ki, tudjuk, hogy jó az is, ami ötödáron van, aztán kiderül, hogy mégse. De már megint, tehát ez annyi, sokszor visszatértünk ehhez, hogy miért magasztaljuk az egekbe a magyar terméket, ami még drágább is, hogy az anyánk picsáját. De témát váltanék, és egy ilyen kis vidám sztori, ami visszanyúlik a podkeddes pod összehasonlításunkhoz. Szólnunk kell valakinek, Fifika, hogy ami eddig pod volt, az legyen pad, vagy az se jó, mert pad is van, akkor legyen pud. Jaj, te. Igen. De azt... nem állt meg a sztori, bazd meg! Olvastad? Arra bejegyzésre emlékszem. De tehát, Fifika, nem tudunk tovább lendülni ezen, mert folytatja. Nem mondja meg, mi a baja, csak hogy lopjuk a névötletet. Értem én, hogy egy D-vel van, de akkor is lopásnak tartom. És még mindig nem tudom. Közben én azt elmondtam, hogy mit sejtek, azt mondja, ennyi erővel csinálok egy csatornát, elcigiteztek, mert azt tetszik. Nem, szóval nem mondta meg, hogy mivel egyezünk, de tényleg, podokról csinálunk videót kedden. Most mi van? Én nem tudtam, hogy a pod kedd az egy ilyen védjegyoltalom alatt álló valami, de biztos nem fogjuk megváltoztatni még a kedvéért sem. És azt mondja, hogy ha ekkora felháborodás kavar... Nem lehet, hogy a pod szóval volt a baja. Nem tudom, mert nem mondja. És mit írunk 2D, vagy pod? Pod? Ne, nem tudom. Nem tudom. Na mindegy, azt mondja, hogy ha ekkora felháborodást kavar, az csak azt jelenti, hogy én is tudom, hogy igaza van. Na, hát ez a overkill érv, basz. Kész. Ez a csubakka védekezés. Ahogy mondta, kész. Csubakka védelem. Ennyi. Nem, azon én is így, tehát többször végigolvastam tehát szöveg összefüggésében próbáltam értelmezni a leírtakat, és nem jöttem rá, hogy mi a baj. Tehát a podnak pod a neve, a podcastet azt így írják a világon mindenhol, és az, hogy most ez podcast volt, hát igen, mert pod bemutatót is csináltunk, pod kezdteltünk is. Nem, tehát egyszerűen nem értem, mi a probléma. Lehet, hogy nem is akarjuk tudni. De lehet, hogy nem is akarjuk tudni, így van. Hogy hol itt a,
a szellemi tulajdon lábbal való tiprása, tehát többször nem látjuk. Folytatólagosan, míg le nem szedjük a videót. Folytatólagosan elkövetett, igen. Előre megfontolt szándékkal, azt még tett hozzá. Eszembe jutott, hogy szeptember 5-e van, de szeptemberben ez az első podcast, még egyszer mondom, podcast, hogy ugye belengedtük ezt a tier módosítgatást, ezt már én mindenkinek körbeírtam a Patreonon, hogy akinek ez nem felel meg, az váltson tírt, vagy csináljon a belátása szerint. Úgyhogy most már az anyag az úgy fog fölkerülni, ugye, hogy ma fölkerül majd a show notes, csak a show notes a $2 fölöttieknek, és holnap remélem, iszonyat dugó volt, ezt majd elmesélem. Szóval holnap valamikor este pedig fölkerül a podcast az $5 fölöttieknek. És akkor mostantól ez a menetrend. Most ezt így próbálgattam közben, néha azért voltam kicsit csöndben, mert itt írtam a show notest adás közben. De ennyi, és köszönjük szépen természetesen szűnni nem akaró támogatásatokat minden szinten, tehát Patreonoknak kiváltképpen köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. És mindenki másnak, aki adásötletet, meg témát, meg mindenféle dolgokat földob a csoportban, bár én attól kicsit mindig szomorú vagyok, Fifika, hogy ott van amit sose használnak. Tehát ha én írok, hogy ez van, akkor jön egy-két kérdés, de a rögzített bejegyzésben ott van egy link, hogy kérdések az adásba. bit.ly/hooperpodcast kérdések, és ott van egy poszt, ami nincs rögzítve, csak ugye innen linkről megtalálja az ember, és oda lehetne ömleszteni a kérdéseket, tök jó lenne. Szerintem. Így van, mert egyrészt akkor nem nekünk kéne összekarmolni a témákat, hanem akkor esetleg olyan témába is bele tudnánk csapni, ami titeket esetleg jobban érdekel. Bár én ugye egyik hűséges hallgatónk, Lackó Attila kamionos buliát épp... Jaj, ne! Pont arra kattintottam. Épp meg csodáltam a romániai jobbról előző... Hát úgy mondjad, hogy a román leálló sávból kamion elé bevágó medvetalpú parasztot, aki kiszáll az autópályán, bazd meg, kiszáll, értem én, hogy csak gurult a sor, de kiszáll hőbörögni a kamionoshoz, amikor gyakorlatilag az mennyi lehet, 18 tonna? És így képzeld, nem veszem el a gázt, mi van? Észre se veszlek, bazd meg. Egy kicsit a fényezés lejön. És így a Attika meg így mutogatott a kamerára, hogy ide mosolyogjál. És hívta a rendőröket. És kihívta a rendőröket. Tehát szerintem egyébként azt is mondhatta volna, hogy miután jobbról jött be elébe, nem is látta. Érted? Na mindegy. Tehát az egyébként elképesztő, amilyen hirtelen és fölindultsággal kisz, tehát megyek a leálló sávba, előzök konkrétan, és miután így bedúrom a kocsi elejét, és a kamion nem vette észre, hogy én ilyen szemét módon jövök, és még meg vagyok sértődve, hát barátom, tehát innen is gratulat, ez ilyen Darwin-díjas előzés volt egyébként. Épp most, hogy jöttem haza, és én nem tudom elmondani neked azt a dugót, tehát, hogy 1 óra 20 percig tartott, mire hazaértem a 40 perces úton.
de tudod, a Vaze az minden kis kerülő útba bevitte, hát kerültem a dugókat, ahol lehetett, de az Andrássy úton a Hősök tere előtt, a Hősök terén volt valami koszorúzás. Akkor kezdődött valahogy. Jaj. És ugye ott most úgy van a felújítás, hogy balra lehet menni egy sávon, ami egyébként balra-jobbra eddig, de tudod, át van azzal a sárgával így húzva a jobbra sávnak a nyila, a igen. jobb oldal meg jobbra. És akkor jönnek a parasztok, bazd meg, mert ő nem állja végig a sort, amit én 20 perce állok, és majd ő tudod, előről megy, mert nekem faszabixetőm van, és így ráthúzza a kormányt. Én meg általában nem szoktam vissza korrigálni, tehát én úgy megyek. Nem nézel oda, és akkor tudja, hogy gáz lesz, de most nem kellett ilyenne foglalkoznom, annyira aranyos volt. Szembeállt egy rendőr, jön mellettem az autó, látom, hogy kirakja az irányjelzőt, mondom, tudod mit? Hát, ha valamit a rendőr is csinál a pénzért, és csináld, bazd meg. Szájába fixed a kiszedte. Síp. Szájába a síp, elkezdi fújni, ormótlanul, bazd meg, és így mutogat neki, hogy balra, balra, balra. És a csávó így fogta, irányjelző vissza, el balra. Ott radjál meg. Na mindegy, nem is ezért mondtam, hanem, hogy úgy jöttem, és láttam, hogy mellettem valaki nagyon magyaráz az ablakon, állunk a dugóban, elmondom, lehúzom. Döng a kocsiba a rockzene, lehúzom, lejjebb veszem, és M3! Mi van? És akkor mondja, így mutogatja, hogy... Ja, hogy az M3-asra szeretett volna. M3-os, így gondolkozok most, hogy mondom el neki, hogy itt a lezárásnál elba, mondom, oké, gyere, kövess engem, én is arrafele megyek, úgyhogy szépen jött utána. Valami lengyel volt egyébként, tehát nem román volt, csak úgy mondtam volna neki, hogy voltunk nálatok nemrég, nagyon jó volt, de ja, hát ilyen challenge-eim vannak még most, mert ugye még tanévkezdés, még útlezárás, és emlékezzünk meg szegény M0-áson minden nap bejárni akaró, akár gőzlértársainkról is, akik kabaré ezt kimondani, hogy 2 órával előbb el kell indulni, mert felújítják a nullást, felújítják a mit tudom is én mit, meg még előtte egy körforgalmat, és a 40 perces útból csináltak ilyen 2,5 órás utakat. Épp reggel telefonált be valami csaj a műsorba, és mondta, hogy jött befele a munkahelyére, és de már majdnem ott van, és ez ilyen 8 óra előtt volt valamikor, és kérdezték, hogy de mikor indultál, és mondta, hogy 3:45 vagy 6-kor, már nem is tudom, mit mondott. Azt mondja, az így laza, 2 óra, csak hogy beéri. És mondta, hogy ő is úgy csinálja, hogy berakja a kocsiba a gyereket, aludjon tovább, iskolánál fölébreszti, mennyi? Ennyi. Hát mondom, gyönyörű. És nem tudsz mit csinálni. Hát nem. És egyébként Szeged ugyanez, tehát mindent újítanak föl, az összes buszmegállót csinálják. Most nem tudom, hogy állnak, de én így szeptember előtt egy héttel, tehát így, hát múlt héten voltam otthon, és így mentem, jöttem a városba, és pedig hát Szegedet az tényleg fejből tudja, az ember, ott születtem, ott éltem, az összes utcát, mindent. És úgy megforgattak, itt nem lehet bemenni, ott le van zárva, ott föl van verve, itt dugó van, mert egy sáv, ott át, szóval, fú, katasztrófa. Pedig állítom neked, hogy Magyarország egyik legélhetőbb városa amúgy, de ez most piszakul betett, hogy pont azokat a pontokat csinálják, tudod, amik, ahol a város nagy forgalma zajlik, és ha ott azt megfogod, és elkezdesz kerülgetni, akkor véged van. Tehát, na mindegy, hát ez ilyen. Mint a BKV-s Mercedes buszok, amik mert már így beletapostak 400 000 kilométert, és mi majdnem a régi újjárukon tudtuk használtan megvenni. Szóval gratulálok innen is mindenkinek. Ja, ez a 13 éves busz, ami senkinek nem kellett, de mi megvesszük. Hihetetlen. Igen, mit szerettél volna még? Mondtam csak annyira szar a netet, hogy nem hallottad, mondom, tehát ez az a 13 éves busz, ami senkinek nem kellett, de mi megvettük. Igen. Metál. És mindenki halálra kereste magát rajta, csak mi jártunk szarul egyébként. Amit még mondani szerettem volna, ez egy ilyen felmerült téma a héten, hogy valaki megkeresett, a név teljesen lényegtelen, hogy,
hogy ő kitehetné-e a podcast adásnak a megvágott részeit egy csoportjukba. Ami tök jó, hogy hallgatják a podcastet, de ugye ezt megkokettáltuk, mi megköpködtük ketten, hogy ez azért annyira nem Franky így, mert egyrészt így nem tudjuk mérni, kettő, ez a kis adáska, vagy akármi beszélgetés, ez ami ilyen tök személyes dolgunk, hogy itt megnyílunk másoknak, meg beszélgetünk magunkról, beszélgetünk az elcigiről, és az nem szabad kiragadni semmit a kontextusából, hogy mit, miért, hogyan mondunk. Gyakorlatilag meg tudnám az adást úgy is vágni, hogy a végén az lenne, hogy te folyamatosan azt mondanád, hogy már pedig én Charlie Buzi vagyok. Simán menne, szerintem 10 perc alatt. Szóval ne csináljunk ilyeneket. Ott van a lejátszó, tehát az az ember, akinek megmondja valaki, hogy itt a lejátszó, berakja a kódot a Facebookra, tök szépen be tudja illeszteni, és azt mondja neki, hogy tekerj oda, 10 perc, 27 másodperc, ha erre nem képes vagy lusta, hát akkor annak nem kell hallgatnia egy ilyen adást. Mert hogy még beszélgetünk valamiről, annak van egy bevezetése, van egy befejezése, azt úgy jó hallgatni, mint most is, hogy honnan jutottunk el odáig, hogy a végén, képzeld, hogy csak azt hallaná valaki, hogy hát mi valami kommentelőre köpködünk a YouTube-on. Hát igen, mert hülyeségeket beszél, de hogyha csak azt a 2 percet hallgatja az adásból meg, akkor azt mondja, hogy mekkora parasztok ezek. Mondjuk amúgy is, de akkor talán megértik, hogy miért vagyunk így kikelve, mondjuk X-re, Y-ra, vagy arra, aki kazánt vesz klónból, mert az sokkal jobb például. Igazából mi, tehát én azt gondolom, hogy ha ki is kelünk X-re, Y-ra, nem X-re, Y-ra kelünk ki, hanem arra jelenségre, amit képvisel, vagy amit fémjelez, de azért ugye erő azért volt egy fajta párbeszéd köztünk, illetve beszéltünk erről az egészről. Egyrészt nekünk fontos az, hogy a nézettségi mutatóink jók legyenek, nem azért, mert mi vágyunk rá, hanem így tud minél több emberhez eljutni, és hát ha már dolgozunk vele, feláldozzuk a szabadidőnket erre az egész sztorira, akkor az volna jó, ha minél több emberhez eljusson. Egy vágott verziónál pont a lényeg vész el, hogy ez hol van, hol lehet megtalálni, ha valakit érdekel a többi részét, hol éri el. Ez az egyik, a másik az, hogy ez olyan, mint a szövegkörnyezetből kiragadott idézet. Tehát lehet, hogy a műsor elején beszélünk valamit, ami a műsor közepén lévő blokk szerves része, vagy indokolja a műsor közepén lévő blokkot, és mondjuk, ha valaki nem ismeri az előzményeket, attól függetlenül, hogy engem baromira nem érdekel, hogy ki gondol parasztnak, vagy ki nem, de nem fogja teljes összefüggésében látni ezt az egészet, és akkor azt mondtuk, hogy nem. Igen, nem vagyunk senkire mérgesek, meg haragosak, egyszerűen csak megkérdezte, mi meg azt mondtuk, hogy nem. De szerintem... Aminek egyébként örülünk, tehát Charlie emlékez rá, hát azt mondtuk, hogy ez mekkora haladás, hogy megkérdeztek, mert megtehette volna úgy is, hogy kivágja, betesz, és a büdös életben nem jövünk rá, hogy nekünk van egy vágott verziónk valahol. Ennyi. Igen, csak így tudjam már a miértjét is, tehát... Ha valaki megkérdezi, hogy igen, akkor arra azt mondjuk, hogy nem, de ha kíváncsi vagy arra, hogy miért nem, akkor ezért nem. És azért úgy már egész más a leányzó fekvése is. Nos, hát szerintem becsukhatnánk a kertkaput, hogyha nem szeretnék egy filmről egy pár mondatot mondani, közeleg. Lehet, hogy már itt is van, de szerintem szeptemberi bemutatója lesz az első című filmnek, ami ugye a holdutazás
során elsőként a Holdra lépett ember történetét dolgozza föl. Láttunk már millió filmet, a NASA nagy pillanata és salala, salala, tehát mindenki kívülről ismeri a történetet, de mégis egy baromi jó lett a film, kettő hihetetlenül látványos, három igazából egy olyan szemszögből mutatja be ezt az egész történetet, ugye Neil Armstrongról beszélünk, aki 72 évesen ült le először egy emberrel, és mesélte neki el az életét. Tehát ő egy piszok zárkózott ember volt, 72 éves koráig nem is beszélt nagyon erről az egész dologról, és nem tudok más mondani, piszok jó a film. Én biztos, hogy ki fogom fizetni a mozi egy árat, és nem a Fastekről rendelem meg a DVD-t. Úgyhogy ennyi. Menjetek moziba. Ez pont jó, hogy mondtad egyébként ezt a filmet, mert akkor én pontosítanék neked egy picit. Október 18, és a címe az az, hogy Az első ember. És én meg pont egy ilyen linket tettem be a kultúra rovatba, mert azért ez vastagon kultúra. Szerintem 10 film, amit látni kell ősszel. És címszavakban mondanék csak egy párat. Keanu Reeves-el Végállomás esküvő. Az én nagyon várt filmem az a Bradley Cooper első rendezéses filmje, A csillag születik, a másik szereplő miatt, Lady Gaga miatt. Egyébként Lady Gaga, az előadó. A magyar szinkronjától a másik, tehát a magyar szinkronjától falra másznék, de tehát annyira karakteres a csajnak a hangja beszéd közben is, hogy fú, botrány volt. Lesz Venom, de a legdurvább fifika melyik lesz, szerinted? 18-as karikás. És nem sok 18. ilyen van magyar moziban. Predátor, a ragadozó. Predátor, aha, igen. Igen. Kíváncsi leszek rá, mert azért lássuk be, ott egy picit billeg a rendezői szék, de egy kis magyar vonatkozás is van, amit most kurva hallod, lehetetlen így beszélnünk, tehát olyan lag van köztünk, nem hallod, amit mondok. Na mindegy. Egy filmet akartam még mondani, az pedig a Nemes Jelesnek az újabb filmje, az pedig a Napszálta lesz szeptember 27-én, és kurva jó volt a fogadtatása ennek is. Nem is tudom, hogy hol voltak. Nem tudom, hogy most hol voltak ezzel, ahol bemutatták, bakker. Nem tudom. Velencében mutatták be. Igen, mert ott volt a premierje a Csillag születiknek is. A Bradley Cooper filmnek. Ami egyébként, ez is érdekes, hogy azt hiszed, hogy ez most egy film, jobbik esetben remake. Ez egy olyan remake, ami már ez a negyedik, illetve hát a harmadik remake-je az eredeti filmnek. 1937-es volt az első, 54-es volt az első remake, aztán 76-ban is készült egy Barbara Streisand, Kris Kristofferson féle verzió. Ez a film azt dolgozza át egyébként. Nekem kurvára tetszik. Nekem, amikor énekel a csaj, konkrétan a nem intro, mondjad már, a bemutatójában, libabőrös lett a karom. Tehát kurva jó hangja van a csajnak. A színészetét azt meg már az Amerikában is lehetett látni. Úgyhogy hát ennyit raknék én a kultúrába, videóba majd nem tudom, mit kéne bedobni. A videóba bedobjuk a bankrabló gyereket. Ökölcsapás az agynak. Jó, akkor jövő héten találkozunk. Reméljük, hogy a sávszélesség jobb lesz, mint most. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok!